Ha leszettek 50 Banksy stencilt valamelyik amerikai nagyvárosban, most nem tudom pontosan hol, azt tudom, hogy pont egy, hát a rasszizmus témakörét járt a körbe ez a graffiti sorozat. Lehet nevezni barbárságnak? Igen. De lehet azt, hogy azok, akik ott élnek, nem szeretnek ilyen képek között élni, és szeretik, ha egyszínűek a házfalak. Sokan mondjuk magának a stencilnek az elkészítését tart egy barbárság. Az elkészítés az teljesen de otthon vagdosol szikével, azt szerintem nem barbárság, csak akkor, ha megvágod magad és így vérzik minden, az elég barbárság. Igen, de hát valakinek igen, ez a barbárság, illetve ez szerintem nagyobb barbárság, hogy így össz, ilyen nagyon csúnya betűkkel össze. Ez barbárság, ez talán annyira nem barbárság. Talán nem elszörnyedsz, ha ránézel, hanem mondjuk eszedbe jut, hogy honnan ismerős, ki lehet-e az, lehet, hogy eszedbe jut, hogy az Adi, lehet, hogy hazamész, elolvassa egy Adi verset, lehet, hogy elindít valamin. Ez nem indít el semmin, nem annyi, inkább csak az, hogy felbosszant, hogy kifestette össze a házat. Mondjuk elmész Spanyolországba, vagy Portugáliába, gyönyörűen vannak összefestve a házak, és annak mindenki örül. Vagy hát Pesten például most tűzfalakat festünk. Azt, az na, ja, az azért következő kategória viszont, az már tényleg egy művészi elképzelés, és a mérete is olyan, hogy... Párat csináltam. Meg így talán korán elkezdtem, de nem tudom, hogy hányadikként, ez mindegy. Ja, régebben aktívabb voltam, most kicsit inkább visszavonultabban, tehát benne van a fejemben, meg érzem, hogy hol lehetne, meg mit lehetne rakni, de annyira nem vagyok már így aktív, inkább vászonra, vagy felkérésre, belső ingatlan, tehát ami úgy legális, illegális. Úgy már az adrenalin fröccs az úgy nem hiányzik, de jó érzés. Tehát a lényege egyébként csak, hogy a nézők is megértsék a graffitizésnek, meg ennek a barbárságnak, a lényege egy adrenalin fröccs. Ez egy ilyen, ez egy izgalmi állapot, amely lehet addiktív is. A jó stencil az tényleg egy mélyebb gondolatot ébreszthet. Akár társadalom kritika többnyire, kőkemény, antikapitalista beszólása, fogyasztói társadalom ellen ezért kapcsolódik nagyvárosokhoz, tehát Pécsen annyira nem releváns egy ilyen stencil, annyira nem vagyunk rajta ezen a vonalon szerintem itt, ahhoz egy kis, túl kisváros, hogy egy nagyváros kommunikációjában így megjelenjen. Ezért nincs is olyan komolyabb stencil itt Pécsen szerintem. Én is Banksyt így figyeltem, és akkor ott inspirálódtam. Hát szerintem egy 10-12 éve. És manapság van? Csinálnak? Nem nagyon. A graffitisek is, tudja, a graffitisek utazgatnak, és pályaudvarok, és tehát olyan városokban látsz nagyon szép graffitiket, meg stenciléket, ahol átmenő forgalom van nagyvárosokban. Tehát jönnek, mennek, felfújják és mennek tovább. Volt egy pályázat. Lehetett volna pályázni, de egyszerűen lecsúsztam róla, de volt egy ilyen, ahol van egy iskola ott a alagút felé, fölfelé, és azt most újították föl az egészet, a tűzfalat volt, tehát egy ilyen leesett karika, ott így elképzeltem egy nagyon szép ilyen képet, de nem mentem el odáig, hogy megvalósítsam. Kicsit el lehet szakadni ettől a város image-től, azáltal, hogy beraksz valami teljesen mást, és felfrissíti az egészet. Vannak házfalak, vannak felületek, amelyek egyébként
nincs szerepe, tehát ott van betöltött több négyzetmétert a várost szövetében, de nagyon csúnyán néz ki. És akkor vannak művészek, akik gyönyörűen festenek, rajzolnak, ezt a kettőt kell összekötni, és adni nekik festékanyagot, meg kis pénzt, és megcsinálnak falakat, és mindenki boldog lesz. Ez a követendő irány, ezt láthatjuk Budapesten most ezeken a tűzfalakon.